Sziasztok, ez a könyvpáros 100. adása Gepivel. És Rékával. Üdvözlünk minden kitartó hallgatót, olvasót. Meg minden új hallgatót. Meg nyilván minden új hallgatót. Lesznek háttérzajok, mert végre ezt nem éjszaka vesszük fel, hanem napközben, frissen, üdén, és most már tényleg ígérjük, hogy valahogy megpróbálunk rendszeresek lenni, valamennyire. De szerintem, minden podcast megígéri ezt. Igen, tudom, de mi egy csomó ideig tartottuk, és én pont azon gondolkodtam erre, így egy kicsit rákészülve erre a 100. úgymond jubileumi adásra, hogy hol csúsztunk el. És ott csúsztunk el, amikor én elkezdtem bőven 6-8 órában dolgozni. Igen, de az egybeesett még egy dologgal. Mivel? Hogy először elcsúsztunk. Mert emlékszem, hogy hogy én ezt nagyon... nem tudom, ilyen jó tanulósan akartam csinálni, mert emlékeztem még a főiskoláról a médiatörténet órákról, hogy a periódikák azok mindig megjelennek, és az a tök mindegy, hogy mi van, forradalomkor meg háború kitörése napján nem jelenik meg az újság, mindig megjelenik. És én a podcasthez is így álltam hozzá, hogy mindegy. És mikor csúsztunk meg először? Hát nem tudom, csak egy... Én tudom, hogy mikor csúsztunk meg először. Amit szültem. Mondtál? Igen. Nem. A szültem, akkor volt egy hosszabb szünet. Aha. Tehát a szülés után nem nagyon tudtunk felvenni, pedig akkor én olvastam. És utána belerázódtunk. Aha. És amikor elkezdtem 6 órába dolgozni, na onnan csúsztunk el. Ez a kettő mint az Albán Szamára ködben. Mint az Albán Szamára az Albioni ködben. Igen. Szóval akkor most mit mondunk? Hogy most rendszeresebbek leszünk? Hát, hogy megvan bennünk a szándék a rendszerezettségre, nekünk is sokkal jobbat tenne. Én azt érzem, hogy nekem jobbat tett. Uh-huh. Az biztos, hogy az olvasnivalókat is másképpen fogjuk választani. Igen. Mert az elmúlt 2 évnek az a tanulsága számomra, hogy hiába tűnik valami jó ötletnek, sok esetben az lassítja az olvasást, lásd, az csak a több száz éves szövegeknek az egymás utánisága, itt a Frankenstein, Gulliver és a többi. A Gulliver nem volt, Robinson Crusoe volt, de szén. De már a Gulliveren is gondolkodtam, de azt hiszem, az már túl traumatikus lett volna. Igen, és akkor azon a környéken volt egyébként még a Pál utcai fiúk is valahogyan. De a Pál utcai fiúk egy letisztult szép szöveg, az könnyű volt olvasni. Igaz. A kincskereső kiskönyvben szintén. Attól, mert valami szöveg, tehát azért nem a 100 éves szövegekkel van bajom, meg nem is a 200 évesek, az a Robinson Crusoe is, meg a Frankenstein is több száz éves szöveg, és azokból pedig nem az a Shakespeare-i szöveg, ami megint csak más típusú, hanem egyszerűen egy régi szöveg, régi esemben írva, és nem a szövegnek a minősége adta az újdonságot, meg a történet, hanem maga a történet, az ötlet, amit leírt, amiatt maradt fent. És nem a szöveg, mert Shakespeare a szöveg minősége miatt is fennmaradt. Meg talán azért is, mert ezek voltak az első regények. Mert az első sci-fi, meg... Az első. Hát sci-fi vagy fantasy, én mondjuk meg a Shelley-nek én fan. Hát nem tudom, sci-fi valószínű inkább. De erről hát, biztos vannak irodalomtörténeti vitatkozások, hogy igen, minek de számít. A internet azt mondja, hogy sci-fi. Hát egyek okat. Úgyhogy inkább olyanokkal gondoltunk, hogy áttekintjük ezt a 100 adást, ami azért 5 éve csináljuk. Az első gyerekünk első éves születés napján kezdtük el. Közben volt 2 felújításunk, lett még egy gyerekünk, 2 órában, 3 órában, 4 órában, 6 órában, és 8 órában, és 10 órában is dolgoztam ez idő alatt. A Dávid elkezdett Európa szerte repülgetni. Szóval nagyon sokszor az is, hogy azért nem tudjuk éppen akkor felvenni, mert mondjuk egyikünk nincs ott, ahol a másik. Igen, és azt még nem próbáltuk meg, hogy felvesszük Skype-on, mint ahogy egy csomó más podcastet csinálnak. Hát azt azért én nem erőltetném, mert az azt jelenti, hogy egy valaki van a gyerekekkel.
Hát igen, de nyilván akkor, amikor a gyerekek alszanak, az megint. Én mindig elalszok velük. Én is. Úgyhogy ez nehezítő körülmény. Ha nincs ott valaki más felnőtt, én mindig elalszok velük. Az, hogy azt mondtam, hogy Skype-on az olyan, mint a tehát, hogy így már a mindenféle videótelefonálásnak Skype lett a neve nálam, mert öregszem, és az volt az első ilyen, és ugyanazt emlegetem, mint amikor a idősek a felszabadulás utat, meg a vörös hadsereg útját mondják. Hát nem tudom, most ugye nyilván nem tudom, mert mindenkinek megvan egy, szóval nem kezded el a Teams-t, mert a Teams nem használtad. Tehát az az igazság, hogy szerintem abban a korban, amikor te ezt magán dolgokra használtad, az a Skype volt. Igen. Azóta már nem használod magán dolgokra igen. Így, hanem, és szerintem ezért lett a Skype, nem azért, mert öreg. Mert nem vagyunk öregek, hanem idős fiatalok. Persze. Melyik volt a kedvenced az elmúlt 100 könyv, nem is 100 könyv, mert 99 könyv, és volt olyan, amikor nem volt könyv? Nem volt olyan, amikor nem volt. Nem volt olyan, amikor nem volt könyv. Hát, azért itt nagyon sok olyan cucc van, hogy eléggé sok könyv volt, ami tetszett. Én kiemelném azt, hogy nekem nagyon két fő irány tetszett. Egyrészt tetszett azok a science fictionok, amiket te behoztál, és úgymond klasszikusok, mint mondjuk a Dűne, vagy az Ursula Le Guin. Ursula K. Le Guin. K. Le Guin, igen, a kárt, azt tudom, hogy van valahogy egy kárt, csak mindig elfelejtem. K. Le Guin, tehát nekem ez az irány, mert ez nekem egy új irány volt, és tetszett. Nem minden új sci-fi irány tetszett annyira, de ezek igen. És a másik szerintem, ami tetszett ebben az időszakban, azok a magyar kortárs írók, akiknek a könyveit elkezdtük követni, meg egy-két író munkásságát. Tehát most úgy tűnik, hogy van egy-két író, akinek mindig megvesztük az új könyvét. Uh-huh. Na, most az kérdés, hogy melyik írót, melyik könyvén hagyjuk el. Eddig úgy tűnik, hogy a Czapó Zsófia Gárdóczi házaspártőt fogjuk még követni. Krusovszky Dénes nem biztos, őt még majd én is elolvasom, és akkor meglátjuk. Lehet, hogy ő átkerül abba a kategóriába, hogy majd a könyvtárból kivesszük. Igen, vagy, igen. Vagy az egyik öcsém úgy is megveszi, és majd elkérjük tőle. Igen, 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 lehet, hogy valamilyen lesz. Van egy ilyen kortárs íróradal, amit meg én hoztam be, szerintem így a kettőnk dinamikájában, hogy én is tudtam valamit így adni, mert amiket még én pluszba behoztam, ilyen típusok, könyvek, krimik, azok, hát, az guilty pleasure, tehát azok nem kimagasló dolgok, egyszer-egyszer jók, de az nem olyan, mint az a vonal, amit te hoztál be, az a science fiction vonal, úgyhogy én ezeket mondanám. Viszont nekem meg nagyon jól esett a krimi vonal, a komfort krimi vonal, és az egyik munkaúton, például amikor már nem volt energiám semmihez, akkor pont az egyik, Agatha Raisin és a Potted Gardener, ami nem tudom, hogy mi van magyarul, az elrakott kertész, vagy valami ilyesmi, amikor a kertészverseny van, és ott történik egy haláleset. Szóval azt olvastam, és nagyon, nagyon jó kikapcsoló volt, és jól esnek ezek. Ugyanarra használom, mint amire a military skifiket használtam régebben, meg még most is. Nekem a kedvencem az még mindig az, ami a kedvencem volt, ami kb. Az első olyan regény volt, amit élveztem, amikor olvastam, és amit után akartam még többet olvasni, a Dűne, az nekem nem változott, nekem azt semmi az előző 99 adásból nem lökte le a trónról. Viszont de miért nem? Miért nem? Nem tudom. Valószínűleg azért, mert olyan... Nincsen benne egy ilyen nosztalgia faktor? Biztos, hogy van benne, biztos, hogy van egy olyan érzelmi kötődés, amit más könyvnek le kell győzni, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jónak kell lenni, és nagyon passzolnia kell hozzám, meg éppen ahhoz a hangulathoz, amiben olvasom, hogy át tudja venni az első helyet. Tehát, hogy akkor nagyon meg kell vernie valaminek nálam, és nagyon jobbnak kell lennie, mint ez. Erre felé lejt a pálya. Aha. És ez így.
Ennyi. Értem. Bocsát, elkezdte egy másikat, hogy ami... De már el is felejtettem, úgyhogy ugorjunk. És melyik az a könyv, amit megbántál? Amit megbántam... Az előbb itt nézegettem a listát, és volt a 80. adásunkban volt egy pillanat, és mondom a címét, a Sally Rooney Hová lettél szép világ. Miért? Azt miért bántad meg? Mert az ilyen, az nekem nem tetszett az ilyen, de én azt se bántam meg igazából, hanem megtudtam, hogy én így a Sally Rooney-t nem köszönöm, tehát, hogy nagyon jó bestseller, tudom, aha, hogy miért bestseller, abszolút nem az én világom, nagyon sok ember van, akinek tetszik, nyilván azért bestseller, több van, mint aki, talán, mint akinek nem. Nekem nem jött be, nem mondanám, hogy megbántam, de az nem tetszett azok közül, uh-huh, igazából, amit olvastunk. Másra így nagyon nem emlékszem, ami én azt ami a Posztolányi könyv, az még mindig számomra felháborít, az a karácsonyi könyv, amit a Libri adott ajándékba. Nem is tudom, melyik volt. Az valami, a Csoda, vagy valami ilyen nevű. A Libri adta, tudod, amikor sokat vettél a Libribe, igen, nyilván már ilyen nagyon nem lesz. Nagyon lehetett. Nem, az nem volt. Ez szerintem valami 8, az is ilyen 8. Azt hittem, hogy azt fogod mondani. Nem. De az egy ilyen volt, és az volt ez, ami mind a kettőnket szerintem felidegesített azon, hogy ezért kár volt könyvet kiadni, és hogy valahogy nekem az a baj, hogy én nem szeretem Kosztolányit, és gyönyörű regényei vannak. Nagyon jó az Édes Annától kezdve, az összes regénye jó. Tehát ez annyira méltatlan. Édes Anyáról beszéltünk is. Igen. Annáról. Édes Anyáról beszélgettünk, hanem az Édes Annáról, igen. De hogy nekem az volt ez, hogy én azt éreztem, hogy az viszont méltatlan könyv. Tehát én annál egyszerűen ideges lettem, hogy ez Kosztolányihoz, én egy méltatlan könyvnek érzem, ennyi erővel lehetett volna az írásaiból egy jobb könyvet is szerkeszteni, szerintem. De engem az az egy, ami így egyáltalán nem hiányzott az életemből. Még az előző témához csak egy öt pörgettem végig a listát, a Mikecs Anna Altató, na még az egy nagyon... Hát én mondtam a Gerlóci házas könyveit, hogy ez egy olyan dolog, ami marad. Ami marad, csak a legjobbak közé, tehát hogy mondjam, a dobogón ott van nekem ez is az előző 99-ből. És akkor nézem tovább, hogy mi az, ami nem tetszik. Van egy csomó olyan, amit egyáltalán nem emlékszem rá, és teljesen elfelejtettük. Dávid, mire gondolsz? Dávid Szalai Ártatlanság per Krisztián 42. Én azt el is felejtettem, hogy azt hát per Krisztián nem tudom elfejteni, mert úgy felidegesítettem magam rajta, hogy azon azt sem tudom elfejteni, bár azt nem bánom, hogy elolvastam egyáltalán. Én sem. Csak nem tudtam vele menni. Nem. Szigrid Nyújnyez a barát. Azt én szerettem, az a Dán Dolgos Kutya igen, volt. Igen, azt én az ajánlottam azt a könyvet. Aha. Csomó meh könyv volt. Ha végignézed a 100 könyvet, volt egy csomó meh. De volt téma, vannak olyanok, szerintem azok a rossz választásaink, amikor olyan könyv van, amiről még beszélni se tudunk, mert nincs benne olyan téma, ami gondolatot ébreszt. És például a Szalai Dávid Ártatlanság, az nekem is egy olyan dolog, hogy tudom, hogy elolvastuk, de tehát ha kéne könyvet mondani, hogy mire nem emlékszek, én arra az egyre nem. És ezt már múltkor is néztem, az összes többinek tudom a sztoriát, tudom például ez mielőtt a kávé kihűl, az utazós, kávézós, időutazós, kávézós, tehát mindegyiknek megvan szinte, arra egy centit nem emlékszem arra a könyvre. Ez egy annyira feledhető könyv, de szerintem azt is mondtuk. Tehát vannak gyengébb könyvek, jobb könyvek, arra olyanok, amit nagyon... mindenkinek ajánlunk, olyan, ami inkább egy rétegnek ajánlunk. Igen, arra? Arra nagyon büszke vagyok arra a környezetre, ugye ez a 42. adás volt az időutazós rész. Igen. Nem, bocsánat, a 43. adás, mert előtte a 42-es számú adás, az sorrendben a 18. volt, amit fölvettünk, de ugye az volt a Galaxis Utikalahú stopposokról, úgyhogy azt 42-esnek számoztuk, a sorban a 18-19. Helyen van,
És utána nem volt 42-es adás, tehát a 41-es Pinokkió akkor utána most 42-es. Százalásom. De csak a 42-es az korábban vagyok. Volt, mint ahogy a sorszáma szerint látom. Lenni kellene, és miután ez megtörtént, utána egy időutazós rész volt, és ez a szerkesztés, ez a bennem élő kockát nagyon kielégíti. Örülök neki. Én ha végignézem még a 100 könyvet, akkor nekem azt tűnik fel, hogy szerintem nem olyan klasszikusokkal kezdtünk, amivel kellett volna. Nagyon-nagyon az alapoktól indultunk, és nem visszafele mennünk. Hát, hogy nem ilyen 20. századi klasszikusokat néztünk meg, vagy a romantikusokat, vagy bármi, nem pont ezeket a nagyon-nagyon-nagyon régi alaptörténeteket próbáltuk. Tehát a Robinson Crusoe, Frankenstein, igen, és a vagy, helyet vagy kellett a... volna valami... Nem tudom, hát lehet, hogy ha másik irányba indulunk, és úgy ő... Vagy valami ilyen. Nem tudom. Vörös és fekete, meg ilyenek? Ez az egyik. Hát, mondjuk a Vörös és fekete, az még szerintem egy jó könyv. Szerintem a mai napig is. De a Mester és Margarita, az például ebbe a sávba illeszkedik, és... Igen, tudom. De hát a Mester és a Margarita nem egy klasszikus. Tipikus 20. századi regény, hanem az a maga különálló. Az egyébként az 19. századi is. Igen, ez az egyik, ami így eszembe jutott végignézve, meg az, hogy szerintem nagyon, bár nyilván több, de azért még mindig azt érzem, hogy nagyon kevés nem magyar könyvet olvasunk. Néha én azt érzem, hogy a kortárs könyvek aránya sok, vagy úgy sok, hogy nem mindig van benne annyi anyag, amiről így tudunk beszélni, és ugye lehet, hogy egy kicsit kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk ilyen, mint amikor megy a Millás reggelibe az adórovat, hogy akkor afrikai országokat végigmenni, és akkor afrikai írókat olvasni egy ideig, vagy ázsiaiakat. Nekem tetszettek az ázsiai könyvek, tehát akár ez az említett Mielőtt a kávé kihűl, vagy a Növényevő, uh-huh. Nagyon más világ, nagyon más kép írnak, nagyon más a gondolkodás. Tehát ez is egy jövőben ír. De nem tudnánk fél évig csak afrikai regényeket olvasni, mert közben megjelenik az új Szabó T. Anna, megjelenik az új Dragomán, megjelenik az új Gerlóci, az új Krusovszki, az új... Igen, csak nem biztos, hogy mindig azt kell behozni ide ebbe a könyvpárosos podcastbe. Csak ez jutott eszembe, de ezt nem azt mondtam, hogy most így kell csinálni, de egy elbukott kísérletünk van. Melyik? Ebben nem. Hát amikor az volt, hogy volt ugye a Dragománnak ilyen, volt egy ilyen nem tudom hány pontja, hogy hogyan váljunk jobban olvasóvá, és abban volt egy olyan pont, amit mi nem csináltunk, vagy nem csináltunk addig. Be. Nem csináltunk addig, és kipróbáltuk, hogy milyen az, hogyha egymásnak olvasunk fel. Ez nekem még mindig ott van az elkezdett könyvek között. Hát ott van, igen, az elkezdett könyvek között, de csináltuk tovább? Nem, nem valahogy annyira... Két vagy három novellát olvastunk fel. Igen, tehát nem tudom, milyen jó szót használni rá. Furcsa volt. Igen. Tehát nem volt nem annyira. Nem szoktuk ilyet csinálni. Hát ez az, de hogy érted, tehát ez biztos, hogy mondom, hogy ez az, amivel így próbálkoztunk, de ezzel felsültünk. Uh-huh. Mi az, amivel szerinted viszont az, hogy még mindig csináljuk, az siker, az egy? Abszolút siker, nagyon sok. Tehát, hogy volt már olyan mainstream podcast, ami könyves podcast, ami nagyon-nagyon beindult utánunk, és egy éve vagy másfél éve nem jelenik meg. Igen, tényleg, tehát amikor mi elkezdtük ezt, akkor ugye hát akkor pont nem volt, de utána mi elkezdtük egy ilyen másfél évre rá, volt eléggé sok, akik így beindultak. De nem nagyon maradt meg nyilván akkor indult meg rá egy ilyen másfél évre az, hogy főleg itt a Covid előtt, Covid után egy ilyen, hogy mindenkinek úgy lett podcastja, hogy valami cég,
médiatermék, bármi csinálja. Igen, és mi nem a OG podcasterek vagyunk Magyarországon, de mondjuk szerintem a második generáció. Lényegtelen. Vagy még mielőtt full mainstream lett, még az előtt kezdtük. Mielőtt full mainstream lett, mi hallgatók. A első minőségen. Hallgatók voltunk. Ja, persze, hát mi az OG-ket hallgattuk Magyarországon. Hallgattad te. Én csak egy későbbi szakaszba jöttem. Na mindegy. Én örülök, hogyha több könyves podcast van, meg örülök, hogyha erről van szó. Nyilván mi nem egy stúdióba vesszük fel, nem vagyunk híresek, akikben nincsen kiterjedt kapcsolatrendszerünk, semmilyenünk nincs, mi csak szeretünk. Nem vagyunk se híradósok, se könyvesboltosok. Igen, igen, vagy könyv kiadósok, vagy bármilyen. Jó, van-e olyan könyv, amire azt mondod, hogy mondjuk így szeretnéd a Jankáiknak is megmutatni? Nem, én máshonnan nyitnék. Igen. Hogy azokat a könyveket, amiket ők olvasnak, majd el akarom olvasni én is. Amikor kötelező lesz a Tüskevár, kötelező lesz ez az Amaz, Egri csillagok, talán Aranyember. Az Aranyember egy jó könyv. Na mindegy, tehát, hogy amikor ezek kötelezők lesznek nekik, akkor én azt szeretném velük együtt olvasni. Az Aranyember az egyedüli jókaimű, amiben nem fekete-fehér hősök vannak. Igen. Szóval ez, egyébként mi az, amit nekik meg szeretnék mondani? Nincs olyan, amit így azt mondom, hogy ezt kell, mert különben nem lesz ember belőled. Szerintem ez, meg nincs is egy olyan, amit azt mondanám, hogy na, ezt így mindenképpen olvasd el, mert ebből annyi mindent tanulsz, meg ez annyira, mert hogy pont azért működött nekem az általános iskolás magyar tanárommal, a Kerekes Rékával, hogy a kezembe adta azokat a könyveket, amire akkor ott szükségem volt, és ő pontosan tudta, hogy na, ennek a srácnak a Galaxis úti kalauz, meg a Dűnét kell odaadni, és akkor működni fog. És hát működött. Tehát így Biancóra nem tudom megmondani, azt tudom megmondani, hogy biztos lesz majd olyan, amit a kezükbe adunk, mert látni fogjuk egy adott pillanatban, hogy most a Mike Csanna altató tök jól jönne, vagy most a mit tudom én, az egyik Krzyzowski, vagy bármi. Ugye pont én azért tettem fel ezt a kérdést, mert hogy most már ott tartunk, hogy Young Adult könyveket olvasnak felnőttek is. Tehát, hogy ott tartunk, hogy van egy nagyon nagy ifjúsági irodalom, ami amikor mi kisebbek voltunk, akkor nem volt ekkora mértékű. Tehát amikor mondjuk az ő korukban voltunk, vagy 10-12-14 évesek voltunk, én emlékszem, hogy akkor elfogytak a... Nem tudom, valahogy így nem volt, én nagyon sokat olvastam, és anya azt mondta, hogy jó, akkor keressek a felnőtt könyves polcokon. Tehát, hogy eléggé hülye könyvekbe futottam bele, nem szeretnék erről beszélni, hogy hány szexjelentet olvastam ki 14 évesen, mert anya elfelejtette, hogy azokban ilyen jelenetek vannak, és nem szólt. De alapvetően azt akarom mondani, hogy mikor, tehát hogy ugye pont ezért nagyon nekik lesz egy csomó lehetőségük sorozatokat végigolvasni, ilyen-olyan világokba belemerülni, felfedezni, tehát nem csak a Harry Potter, hanem itt azért számos más dologban, az Éhezők viadalától kezdve, nem tudom, de én ebben nem vagyok annyira otthon, ha már csak a magyarokat nézzük, ott is rengeteg van, és hogy mi az, amikor mondjuk azt mondjuk, hogy jó, tök jók ezek a könyvek, mondjuk érdemes lenne valami olyan dologgal is megismerkedni, ami ilyen klasszikusabb könyv. Akkor, amikor már nagyon sokat olvastak mást, amikor már kezdik unni azt, amit olvastak, és valami újra vágynak. Tehát nem csinál, nem mondjuk 11 évesen a kezükbe Dostojevszkit.
Igen, tehát hogy ilyeneket nem csinálnák, mert ezek úgy is szembe fognak jönni a iskolában, és az iskola mellett biztos vagyok benne, hogy a mi lányaink egyébként megkérdezik majd, hogy most szeretnék egy ilyen típusú történetet olvasni, és akkor le tudunk venni a polcról, vagy tudunk nekik címeket mondani, hogy éppen szeretnének egy olyat, amiben, mit tudom én, ami valami kórházban játszódik, vagy hogyha szeretnének olyat, ami a űrben játszódik, vagy hogyha szeretnének egy kalandregényt, vagy hogyha szeretnének egy krimit, vagy bármit, akkor így tudunk azokhoz a helyzetekhez választani. Okay. Ez volt a kérdés. Ez. Jó. Mi lesz a következő századásban? Hát az afrikai ötletemet megfurtan. Ja, igen. De nem tudom. Én azért gondolkodok valamilyen tematikus. Nekem tetszett ez a most még ugye nincs vége, de ez a női év. Itt a női előadókkal, vagy írókkal én jól voltam. Engem mindig az akasztott meg, hogyha nem nőt kellett ebben az évben olvasnom. Lásd a Robinson Crusoe. Tudom, hogy az én ötletem volt, de az nekem egy mély pont volt. Hónapokig visszavetette az egész olvasásomat. Szóval én azért gondolkodok valami ilyenbe. Én már régóta szeretnék olyat csinálni, hogy elolvasok egy könyvet, és akkor megnézem utána a filmet, vagy filmeket, Hát akkor a következő utáni az legyen ilyen. Könyv és hát jó, film. De azt most hirtelen nem tudom elmondani neked, hogy melyik legyen az. Hát de most úgyis azt tudjuk, hogy a következő adásban a 101-esben miről beszélünk, a Szabó T. Anna új novellás. Igen, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina. Ja, igen, mert egymás után olvastam. Szóval a Tóth Krisztina új novellás kötetről, aminek nem izzulanás a címe, mert az meg megint teljesen más. Ott lesz az epizód leírásában, és legközelebb kettő könnyebbet kérdezünk magunktól. De nem a kettő könnyebbet, csak mindjárt mondom, nem, csak az az igazság. A few moments later. Ahonnan látni az eget. Ez messze volt. Ez messze. Jó. Úgyhogy én valami ilyen tematikus dolgokban gondolkodom. Nem tudom. Én szeretném, hogyha a gyerekkönyvekről is beszélnénk, mert hogy azért azt lehet, hogy nem sok felnőtt könyvet olvasunk, de gyerekkönyvet rengeteget. Én pont azon gondolkodtam, ha a gyerekkönyvek oldalszámait is hozzáadnám, amiket olvasok napi szinten, nem tudom, 40-50 oldalt, akkor egész jól állnék ebben az olvasási challenge-ben, mert hogy rengeteg gyerekkönyvet olvasunk. Most például a Berg Judit Ruminiét olvassuk, Janka beteg lett az oviban, szóltak, hogy ezt olvasták, úgyhogy elmentem a könyvesboltba, megvettem, hogy a gyerek ne maradjon le, és most úgymond ezt olvassuk így. Én azért gondolom, hogy ezt a Ruminit jó, hogy olvassák, így oviban, ugye ők a nagy csoport utáni csoportban vannak, ilyen iskolőkészítőben, hogy mert nem alszanak a gyerekek sokszor, és hogy ezek hosszú fejezetek, és akkor legalább... Itt biztos, hogy a Mesél az erdőről szeretnék majd beszélni, arról az egész univerzumról. Hát ez egy eléggé, hogy is mondjam, vicces univerzum, tehát azok eléggé részeges törpök. Igen. Jó, de szerintem lehet ilyeneket is beiktatni, mert azért inkább legyünk rendszeresebbek, mint hogy... Tehát, hogy a Mesél az erdőt nagyjából kívülről tudjuk már. Igen. Úgyhogy arról bármikor tudunk adást tartani. Szakácskönyves adásunk, és azt is szerintem az egyik első adásban mondtuk, hogy lesz majd szakácskönyv, és nem volt. Tehát a Gövi Pál Erdély lakomát elolvas. Igen, de most hogy mit az... akarsz? Hát a Főzelékes Feri könyvéről akarsz beszélni, vagy csináljunk? Igen. De csak arról az egyről? Vagy tartsd egy szakácskönyves? Vagy szakácskönyves, vagy de például a Főzelékes Feri könyve az olyan, amiről lehetne 10 percet beszélni. Hát jó 10 percet, de hát nem egy egész adást. Hát jó, és...
De most az egész adásunk az nem mindig arról szól, hogy jó. Az első 20 perc az általában valamilyen politika, amikor mindenki kikapcsolja a podcastet, és a végén megbeszélünk az aktuális könyvről. Én már nem politizálok. Jó. Mondjuk azt, hogy miket fogunk a következőkben olvasni? Hát mondd azt, hogy neked mire van kedved. Inkább azt beszéljük meg. Ja, nekem az a baj, hogy ezt így nem tudom előre megtervezni. De mi az, hogy nem csinálunk jövőre valami olyan hülye challenge-et, mint ami valamelyik évben végigment, hogy úgy tervezd meg az olvasásodat, hogy akkor mindig ki kellett valamit pipálni egy ilyen hülye listán. Ma azért hülye, mert... Van egy olyan olvasónaplód, amiben van egy ilyen lista. Azt előveszem. Igen, csak az ugye amerikai termék, és ott van olyan, hogy egy külföldi szerzőkönyve, meg ilyenek, ami azért nálunk kevésbé értelmezhető. Hogyha valami, akkor én szeretnék több kelet-európai könyvet olvasni, vagy kelet-közép-európai könyvet. Tehát csináljunk egy Kárpát-medence sorozatot? Nem is Kárpát-medence, de lengyel, meg cseh szerzőket lehet, hogy nem is nagyon olvastunk a szegény haseken kívül, amit még én nem is olvastam, hanem csak te. Hát pedig az nagyon jó. Hát lengyelből is. Az közben meghalt. Hát azt írhatta volna tovább ezt a könyvet. Igen. Az tényleg jó a Schweik. Ja. Úgyhogy ilyenek. Talán ez, meg szomszédos országokból. Meg nem tudom, hogy milyen a román szkifi, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan román szkifírok, akiktől leesik az állunk, meg hogy a szerb krimik azok egyébként tök jók lehetnek. És mi van, ha a szerb science fiction jó, és a román krimi? Akkor kifizetjük a tanuló pénzt. Jó, oké. Akkor a jövőre szerintem, vagy hát a következő századásban kettő kör biztos, hogy lesz. Lesz egy Kárpát-medence kör, vagy egy szomszédolunk kör, és szerintem lesz egy filmes kör is, és ahhoz én meg összekészítem. Ja. Mert az az igazság, hogy van egy csomó könyv, amiből piszok rossz filmet csináltak, de a könyv maga jó, és van, amiből valami nagyon jó filmet csináltak, de a könyv azt nem szeretném elolvasni, úgyhogy összerakom, aminek mind a kettő része jó, mert én csak olyat szeretnék ebbe hozni. Mert arról, hogy lehet elrontani egy könyv könyv adaptációt hogy lehet elrontani, az arról szerintem eléggé sokat lehet. Amikor mind a kettő jó, akkor lehet pont arról beszélni, hogy ez miért volt jó, meg az miért volt jó. Tehát miért volt jó, hogy ezt megváltoztatták, mert mondjuk filmileg. Az igazság, hogy nem este veszünk fel, de én most, hogy így leültem, most így a pörgés után, én mindjárt bekapott téged az ásításban. Jó, hát ez azért nem volt nagy edzés. De, hogy nem. Sokkal több volt, mint amit a emberek többsége csinál. Mint ahogy mi is, meg akiknek ti is, akik hallgatjátok, sokkal többet olvasunk, mint az emberek többsége. Mint az évi egy könyv, ami amitől már valaki olvasónak számít a statisztikákban. Úgyhogy soha ne gondoljátok azt, hogy keveset olvastok, mert sokkal többet olvastok, mint az átlag. Én nem tudom, hol hallottam azt, de hogy valaki mondta, hogy az ő apukája azt mondta, hogy minden nap legalább egy oldalt el kell olvasni, mert hogyha nem olvasol, legalább egy oldalt egy nap, az egy kárba vesztett nap. Tehát az egy elveszett nap. És kárba ment, kárba vesztett, tényleg, nem támad. Új szavakat találok. Nem, hagyj kazincisodjak már. Na, és hogy nekem ez tetszett ez a gondolat. Bár eléggé bűntudatkeltő, hogyha van két gyereked, és arra sincs néha időt, hogy haját mossál, de azért lehet próbálkozni. Egy hét múlva mi jelentkezünk a tervek szerint, hogy egy olyan kéthetű megjelenési ciklusba kerüljünk, amiben szeretnénk. Amiben szeretnénk, igen. És akkor a már említett Tóth Krisztina ahonnan látni az eget című könyvről lesz szó, és utána pedig
digitális detox témában. Igen. Cal Newport a digitális detoxról szóló könyve, ami hát nem tudom, hogy mi a címe, valami magyarul nem jelent még meg, úgyhogy ezt angolul fogjuk olvasni, viszont igen, a nyelvezete az elég egyszerű ahhoz, hogyha valaki corporate a munkában... Corporate bullshit English, igen. Igen, hogyha valaki a munkában használja az angolt néha, akkor az meg fogja ezt érteni, mert egyszerűbb a nyelve, mint a Harry Potternek. És hogy miért választottuk ezt a könyvet így előjáróban? Hosszú évek óta nekünk volt egy olyan tervünk, hogyha lesznek gyerekeink, akkor fogunk figyelni a mobil használatra, mert ez ugyanolyan dolog, cigivel a szájában az ember nem tudja azt mondani, hogy ne cigizzél, kisfiam. Ha nekünk állandóan azt látják, hogy a kezünkben van a telefon, akkor vagy bármilyen ilyen eszköz, akkor mi sem mondhatjuk meg nekik pár év múlva, hogy na de te tedd le. Úgyhogy egy sokkal tudatosabb használatot szeretnénk. Azt gondolom, hogy mi azért egész jók vagyunk ebben, néha, de és én, a Dávidról inkább nem nyilatkozok, majd erről ő beszél, hogy ő ezt hogy gondolja. Mindenképpen egy érdekes adás lesz, mert azt gondolom, hogy itt valami, ez most egy életmódkönyvet próbálunk nektek vinni, és ki is fogjuk utána próbálni az ott elhangzottakat. Így van, vagy lehet, hogy akkor már éppen benne leszünk a próbában. Ami, mert az 3 hét múlva lesz, és hogyha addig, benne leszünk, úgyhogy igen, így. Ezt várjátok a következő 3 hétben, meg a következő szerzadásban. És ha már itt tartunk, hogy következő szerzadás, köszönjük szépen, ha egyet is meghallgattál, vagy hogyha itt voltál, vagy követtél, vagy utólag hallgattál, vagy bármilyen. Szóval... hogy tudjad, nem elsősorban neked csináljuk, hanem maguknak, meg egy ilyen kis időkapszulaként esetleg magunknak, a gyerekeinknek, bárkinek. Úgyhogy, de azért köszönjük, ha meghallgatod, nyugodtan írj, olvas, csinálj mindent, ami olvasol, csak több lehet. Sziasztok! Sziasztok!